A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretnénk beszélni a agrárium általunk látott kihívásairól, illetve arra esetleges megoldásokról. Talán ez a talált idézet vagy gondolat jól meghatározza, hogy mik azok a kihívások, amivel jelenleg többek közt, de elsősorban szembenéz az agrárium, és amire esetleg tudhatunk megoldásokat javasolni. Egyrészt az időjárás szélsőségessé válása, a energia problémák, ugye a gazdálkodási környezet beleértve a háború, de és ezzel összefüggésben, illetve ettől függetlenül is az energiaáraknak a drasztikus növekedését, illetve egyáltalán az egyes energiahordozók elérésének, elérhetőségének a problémáját. Ehhez társul az Európai Unió elvárása, a zöldítési elvárás, a közös agrárpolitikának ez a passzusa, ami ugye elvárja a megújuló energiák felé való elmozdulást, illetve a zöld megoldások felé elmozdulást. És azt gondoljuk, ahogy itt a megállapítás ebből az idézetből is mondja, hogy mindezek megvalósítása csak innovatív, energiahatékony digitális fejlesztések útján lehetséges. Az időjárás változása a korábbi megszokott évszakváltozásoknak a részben történő felborulása, a téli időszak csapadék változásai, a melegedés gyakorlatilag elég nagy problémát okoz az agráriumban, erdőgazdálkodásban, részben az aszályok miatt, részben a megjelenő, ebből adódóan megjelenő betegségek miatt, az erdőgazdálkodásban a korábbi hagyományos fajtáknak a élőhelyeinek a csökkenésére és új fajták telepítésének a szükségességére. A másik nagy probléma az energia áraknak a drasztikus növekedése, ami részben, illetve egyáltalán a természeti erőforrások, beleértve a vizet is, részben az öntözésnek az energiaigénye, vízigénye, részben például a melegházak energiaigénye, hűtőházak energiaigénye, a különböző állat populációk életkörülményeinek a biztosítása, ott a megfelelő hőmérséklet, páratartalom, oxigéntartalom biztosítása, mindezek energiát igényelnek, aminek a biztosítása egyre nehezebb. Kiragadva a nemzeti stratégiai tervből, a közös agrárpolitika és a hozzá kapcsolódó nemzeti stratégiai tervből néhány gondolatot, mik azok, amire támogatást lehet igényelni. Ugye öntözés, mikroöntözési technológiák, kiemelt szerepet kap az erdészet, az erdő fenntarthatósága, erdők minőségének javítása, a különböző gazdaságfejlesztési beavatkozások, gazdasági fejlesztések, vízgazdálkodás, illetve a klímavédelmi céloknak és az állatjóléti szükségleteknek a biztosítása. Én is mindenkit nagy tisztelettel üdvözlök. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan vannak és érdeklődnek az energetika kérdései iránt is. Ha 3 évvel ezelőtt vagy 4 évvel ezelőtt lett volna egy hasonló rendezvény, valószínű, hogy sokkal kevesebben ültek volna egy-egy ilyen teremben, hiszen az energiára akkoriban nem volt kérdés.
Ugye mindannyian sajnos a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy megváltozott a világ, és azt szeretném önöknek az előadásban bemutatni azokat az összefüggéseket, amelyek segíthetnek önöket is eligazodni, hogy hogyan lehet az energiaköltségeiket csökkenteni. Ahhoz, hogy ide eljuthassunk, ahhoz érdemes egy, nem is Ádámtól és Évától indulni, de legalább megismerni azt, hogy a mezőgazdaságban milyen energiafelhasználási módok vannak. Ez az önök gazdálkodására nem biztos, hogy pont megfelel, tehát nem az önökére adott ez az összefoglaló, de összességében azért egy képet nyújt arról, ami mindannyiunk gondja lehet az agrárszektorban. Lássuk, hogy milyen energiafelhasználás van. Látható, hogy a baloldali ábrán ott gyakorlatilag az energiafelhasználásnak a 60%-a az üzemanyag, tehát ugye benzin és főleg dízel. Ezen kívül jellemzően van még villamosenergia felhasználás, és vannak egyéb energiahordozók is, amiket a gazdák szoktak használni, illetve a mezőgazdaságban felhasználnak. Amennyiben megnézzük, hogy az elmúlt időszakban 2015-19 átlagában ugye milyen költségek voltak, a villamosenergia körülbelül ilyen 20%-os részarány tett ki, és a gázolaj, tüzelőolaj volt a legnagyobb részarányú, 70%-át az vitte el a költségeinknek. Ugye ez most egy kicsit megcsalhat minket ez az ábra, hiszen most változtak ezek az arányok. Ne felejtsük el, hogy a földgáz mennyi drágult, és a villamosenergia mennyi drágult. Tehát, hogyha meg fogunk nézni, és hamarosan a 2022-es adatok is rendelkezésre állnak, egy jelentős átalakulást fogunk látni ebbe. Tehát az üzemanyag költségek részaránya biztos csökkenni fog. Ezért is fontos, hogy figyeljünk erre, hiszen a villamosenergia és a földgáz lesz az, amire szerintem önök is tudnak alternatívákat találni, illetve energiahatékonyság révén, akár más lehetőségek révén ott a költségeiket csökkenteni. Csak példaként megemlítettem pár magas energiafelhasználású területet a mezőgazdaságban, ugye a mezőgazdasági haszongépjárműveknek a fogyasztása, szárítógépek, berendezések, növényházak, épületfűtés, világítás, ez főleg ugye az állattartáson belül tesz ki nagy költségeket. Amit érdemes végig gondolni, mielőtt belemennénk abba, hogy miből adódnak a magas energiaárak, feltehetjük magunknak a kérdést, hogy fontos erre most figyelni, vagy pedig, ahogy sok ilyen hullám, válsághullám jött az életünkbe, jött-ment, emlékszünk a 2008-as gazdasági válságra, ugye volt előtte még 99-ben orosz válság, és így tovább. Mezőgazdaságot is az aszálytól kezdve mindenféle válság sújtotta. Hosszú távon kell-e az energiával foglalkoznunk, vagy ez is el fog ülni, és minden rendeződik. Ezeket az ábrákat azért gyűjtöttem össze önöknek, gondolatébresztőnek, és mindenkinek a saját magára fogom bízni azt, hogy kérem, ha lesz egyszer egy délután vagy este idejük, ha ezeket az ábrákat egyszer előveszik, akkor gondolják végig, hogy mit üzennek nekünk ezek az ábrák. Amit nagyon fontosnak tartanék mondani, hogy az energetikában is, ahogy minden másban, ahogy az idővel előre haladunk, ez olyan, mint az időjóslás. Tehát, hogy vagy igen, vagy nem, vagy ez lesz, vagy nem ez lesz. Ugyanakkor van egy-két olyan alap dolog az energetikai szektorban, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát egyfajta világító torony útmutatóként szolgálhat a részünkre. Ilyen például a bal oldalon látható, van egy úgynevezett villamosenergia tőzsde. Ezen a tőzsdén össze-vissza fellemennek az árak, azonban hosszú távon kirajzolódnak bizonyos ugye trendek, forgatókönyvek. Ezeket, ha megnézzük, akkor én most, mivel ez Európer megawatt órában volt gyakorlatilag ezek a trendek ugye ábrázolva, ezeket 375 forintos euróárfolyammal átváltva a következő árakat kapjuk, ha most felmennénk a villamosenergia tőzsdére, 2024-re 75 forint per kilovattórát, 24-ben igen 75, 2025 55 forint per kilovattóra, 2026 45 forint per kilovattóra árakat láthatunk. Fontos, és ezt a későbbiekben majd mutatom, hogy ezek az árak, ezek csak a termék, tehát az energiának az ára.
erre rájön még a rendszerhasználati díj, ami azt jelenti, hogy ez az áram eljut a termelőtől, tehát az erőműtől önökhöz, arra ugye rendszerhasználati díjat kell fizetni, tehát a vezeték használatért, és ezen kívül rájön még az áfa, illetve egyéb adókjárulékok. Na most ebből azért az látszik, hogy a trendek a mostani nagyon magas árakhoz képest úgy tűnik, hogy csökkenőek, de ha a 2019-es 20-as árakkal összehasonlítjuk, azokhoz képest magasak. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy hosszú távon vissza fogunk oda térni, ahonnan indultunk 2019-20-ba. Tehát mindenképp magasabb energiaárakkal fogunk a jövőbe szembesülni. Két okot hadd mondjak önöknek. Az egyik, mindenképp az egész Európában, de Magyarországon is az erőműveknek a szerkezete átalakul. Régen szenes, olajos tüzelésű erőművek voltak, meg a földgáz tüzelésűek. Ma alapvetően megújuló erőművek vannak. Ezeknek az erőműveknek meg kell térülniük. Tehát ezek nagyon több 10-100 milliárdos beruházások, és aki befektet ebbe a szektorba, ugye az elvárja azt, hogy ezek az általa befektetett pénzek megtérüljenek. Tehát azok a régi erőművek, amik pedig működtek, azok pedig 40-50 évesek. Ezeknek az élettartama a végéhez közeledik, le kell őket cserélni. Ez az egyik, tehát hogy változik az európai erőműveknek az összetétele. A másik fontos dolog, hogy a hálózat, tehát azok, ami most önök látnak, kimennek a falu határába és nézik a vezetékrendszereket, például a villamosenergiánál, de akár a földgáz vezetékeket is, bár az ugye sok helyen a föld alatt megy, akkor azt látják, hogy a villamosenergia vezetékeket úgy alakították ki, hogy például a paksi atomerőműtől ment a falu irányába. Ma pedig itt, ott, amott naperőművek vannak, a háztetőre felraktam a napelemet, tehát teljesen átalakult a termelés és a fogyasztásnak a szerkezete. Úgy képzeljék el, hogyha leraknak egy A4-es lapot, és akkor bejelölik, hogy hol van termelés, meg hol van fogyasztás, akkor ilyen keresztül kasul sok apró kis pöttyöt fognak kapni. Régen ezek ilyen egységes nagy szerkezetben voltak lerajzolhatóak. És ezt a mostani hálózat nem erre lett kitalálva. Ebbe pénzt kell belerakni ahhoz, hogy ezt a termelési módot biztonságosan ki lehessen alakítani. És ez is pénzbe kerül, ezért hosszú távon a rendszerhasználati díjak is emelkedni fognak, pont ebből kifolyólag. A harmadik dolog pedig, és akkor itt befejezem ezeket a jövőbeli kitekintéseket, az pedig az, hogy a földgáz tekintetében a legolcsóbb az az orosz gáz volt, itt volt, hát nem a szomszédba, de kialakult, 60 éve épült csőrendszer volt, 100-szor megtérült a vezeték is már, az egész infrastruktúra beruházás megtérült, az orosz gáz volt a legolcsóbban kitermelhető, és ehhez képest most mit fogunk behozni? Szaúd-Arábiából, az arab félszigetről, illetve Amerikából, ugye cseppfolyós földgázt, aminek a szállítása, a cseppfolyósítása, visszaalakítása, és teljesen új vezetékrendszereket kell kialakítani, hiszen az nem keletről fog jönni, hanem nyugatról, és új vezetékrendszereket kell építeni. Ezek mind-mind nagyon sok pénzbe kerülnek, tehát a földgáz ára nem lesz olcsóbb, mint ami volt korábban, hanem ebben a régióban inkább drágább lesz a jövőben, hogyha az nem orosz forrásból fog érkezni. Na most a jobboldali felső ábrán szintén egy előrejelzés, mint mondtam, ez olyan, mint az időjóslás. De mégiscsak egyfajta irányt tud nekünk mutatni, ez németországi villamosenergiárakat mutatja, ott látszik ez a nagy kilengés ugye 2022-ben, amikor jött ugye az orosz válság, és utána azt mondják ezek a német előrejelzések, hogy 2030-ban mai áron ilyen 32, 2040-re talán 27 forint per kilovattóra lesz az áramára. Ehhez is ugye hozzá kell még a rendszerhasználatot, meg az áfát, meg a többi mindent adni, ez csak a termékára. De ebből is az látszik, hogy ami 2020-21 előtt volt, a 16 meg 15 forintos ára, azok nem fognak visszajönni. Amire még felhívnám a figyelmüket, az pedig az, hogy ahogy haladunk előre évről évre, mivel egyre több lesz a megújuló erőmű a rendszerben, azok
Ha süt a nap, termel az erőmű. Ha nem süt a nap, nem fog termelni az erőmű. Ha fúj a szél, termel, ha nem fúj a szél, nem termel. Ezzel együtt a villamos energia rendszerben óriási kilengés lesz. Amikor sok áram van, akkor olcsó lesz az áramára. Amikor keveset termelnek ezek az erőművek, akkor magas lesz az ára. Tehát minél inkább időben egyre több lesz a megújuló áramtermelés, a villamos energiára annál hektikusabban, jelentősebben fog ingadozni, akár napi szinten is. És ez a mi mindennapi életünkre kihatással lesz. Tehát érdemes azon is elgondolkodni, hogy hosszú távon mi tudunk-e valami olyan beruházást végrehajtani, amivel a mi saját felhasználásunk egy részét helyben megtermeljük és ki tudjuk váltani. Tovább lépve ezt az ábrát azért raktam fel önöknek, hogy itt jutunk el, hogy energia költség csökkentés. Hogy én hogy gondolkoznék, és akkor, hogyha önök másként gondolkoznak, én mindenkit nagyon örülök, hogyha esetleg önök megosztják velem, hogy önök hogy gondolkoznak, és akkor összetudunk a későbbiekben rakni akár egy másik típusú ábrát is. Ez most per pillanat az én gondolatvilágomat tükrözi. Ebből az látszik, hogy ugye az energiaköltséget két dolog határozza meg, maga az energiának az egységára, tehát mennyibe kerül az energia, a másik pedig az elfogyasztott mennyiség. Ugye az, hogy mondjuk gázból hány megazsult használtam fel, vagy köbméter, villamos energiából hány kilovattórát használtam fel. Ahhoz, hogy az energiaköltséget ugye tudjam csökkenteni, gyakorlatilag vagy az energia egységárát csökkentem, vagy pedig az energiafelhasználásomat csökkentem, vagy mind a kettőt tudom csökkenteni. Az energia egységárának a csökkentése két módon valósulhat meg. Az egyik az, hogy önöknek a jó része ugye kénytelen villamos energia meg földgáz kereskedőt keresni, és ugye őket versenyeztetni a különböző árak tekintetében. Tehát, hogyha most nem lenne ez a nagyon extrém válsághelyzet, akkor egyébként ez a piac jól szokott működni, és a kereskedők egymásnak alá szoktak ígérni a villany meg a földgáz ára tekintetében. Most sajnos volt egy ilyen válságos időszak, amikor a kereskedők sem szívesen adtak ajánlatokat, de normál esetben érdemes minden évben megnézni, hogy tudok-e olcsóbban következő évre áramot és villanyt leszerződni. A másik lehetőség ez az energiahordozók közti váltás. Tegyük fel, eddig mondjuk nagyon sok mondjuk földgázt használtam, és a földgázt ki tudom váltani más energiahordozóval. Például az, ahol földgáz mondjuk a szárítógépek esetében, eddig mondjuk PB-gázzal vagy földgázzal, ugye földgázt használtam üzemanyagnak, ehelyett most, ha olyan lehetőségem van, akkor villanyra állok át, és akkor a villanyból fogom üzemeltetni ugyanazt a szárítógépet. Tehát, hogy ahol vannak az energiahordozók közötti váltási lehetőségek, vagy például eddig mondjuk gázolajjal működő valamilyen gépen volt, és most elektromos gépet vásárolok. Tehát, hogy ha tudok az energiahordozók között váltani, akkor érdemes azokat végig gondolni, hogy próbáljak olyan energiahordozót behozni a saját felhasználásomba, amit vagy én állítok elő, és olcsóbban elő tudok állítani, mint hogyha megvenném mondjuk az eredetit, tehát mondjuk a földgázt. Tehát ez a két lehetőség van az energia egységárának a csökkentésére. Az energiafelhasználás csökkentésére pedig ugye az energiahatékonyság, ami azt jelenti, hogy vagy odafigyelek arra, hogy mennyit használok fel, és tudatosan nézem azt, hogy hol tudok megspórolni. Tehát például látom azt, hogy elég a 21 fok is, nem kell 24 fokra állítani ugye mondjuk a fűtést. Vagy a másik lehetőség az, hogy például ledes világítást alkalmazok ott, ahol mondjuk nem ledest használtam eddig, hanem hagyományosat, vagy akár neonos világítási rendszereket, és így tovább. A lényeg az, hogy két dolgot érdemes figyelembe venni. Az egyik az okos mérés, hiszen okos mérés nélkül, ha nincs adatom arra, hogy én hogyan használom fel az energiát, akkor nem is tudok döntést hozni.
Hiszen ha én látom azt, hogy mennyi villamos energiát, mennyi földgázt használok, illetve az egyes berendezéseim mennyi villanyt használnak például, mert erre is van mód, az okosmérésnek a lényege, hogy akár gépegységenként tudom mérni azt, hogy mennyi áramot vagy mennyi mondjuk földgázt használ fel. És ez azért jó, mert látom azt, hogy az a gép az hatékonyan működik-e, vagy nem működik hatékonyan. Van-e pazarlás? Nincs pazarlás. Ha van energiapazarlás, akkor el tudok gondolkodni azon, hogy a gépet lecseréljem, vagy esetleg tüzelőanyagot váltsak. Tehát akkor lehet az egész rendszert, vagy érdemes végig gondolni, hogyha vannak adataim. Adatok nélkül nem fogok tudni. Ez ugyanolyan, amit nem kell szerintem önöknek mondani, akik világéletükben nagyon sok adattal foglalkoznak, mert a mezőgazdaságban nagyon sok információ van. Ezeket ugyanúgy az energetikában is gyűjteni kell, le kell jegyzetelni, és ez alapján lehet értékelni. Ebbe segítenek a különböző okos mérők, amiknek a költsége egyébként ma már nem magas, viszont amit meg tudunk vele takarítani, az nagyon rövid idő alatt megtérül. Akár 10-15%-os megtakarítást tudunk csak azzal elérni, ha például egy-egy helyre egy fogyasztásmérőt felszerelünk, és odafigyelünk arra, hogy mennyi az a fogyasztás, és akár azzal, hogy lekapcsoljuk az áramot, felkapcsoljuk, amikor kell, vagy távvezérelve, wifin keresztül kapcsoljuk fel, és amikor nincs szükség az energiafelhasználásra, akkor lekapcsoljuk. Tehát ennyire egyszerű ez a gondolatmenet. A másik pedig ugye a saját megtermelt energia, amikor kiváltunk másik energiahordozót, ilyen a napelem hasznosítás, és én erre szeretnék még pár példát felhozni. Ez az első, ez gyakorlatilag egy hűtőháznak a energiafelhasználását mutatja, az a szürkével jelölt rész. Azt kell látni, ami pedig látnak elől, az pedig a napelem által termelt villamos energia. Azt kell látni, hogy először is, hogy napenergiával tudjak tervezni, ismernem kell a saját villamosenergia felhasználásomat. Ugye az nagyon fontos dolog, hogy a napenergiával csak nappal tudok áramot termelni, amikor ugye süt a nap. Azt a görbét látják ugye elől. Nagyon fontos az is, hogy nem mindegy, hogy télen vagy nyáron termelek áramot. Télen kevesebb áramot tudok a napelemmel termelni, nyáron többet tudok termelni. Éppen ezért ugye van jó pár olyan szabály, ami minket érint, hogyha ilyen naperőműveket akarunk telepíteni, de ezek közül talán a legfontosabb az, hogy ma nem lehet úgy ma már telepíteni napelemet, hogy azzal a hálózatba visszatáplálunk. Ugye akinek van régről napelemje, ők még ezt megtehetik, mert őnekik más szabályok voltak. De tavaly évtől ugye a legfontosabb szabály az, hogy nem lehet olyan naperőművet létesíteni, a háztartásit sem, amivel én visszatáplálok a hálózatra. Nincs ezzel gond, mert csak megfelelően kell tervezni. Ha tudom a felhasználásomat, tudom azt, hogy milyen áramigényem van, akkor ehhez tudok olyan napelemet tervezni, kalkulálni, ami pont az én fogyasztási igényeimnek megfelelő, nem lesz elveszett áram, vagy minimális lesz az, ami elveszik, mert amikor fog a napelem termelni, azt mindig felhasználom. Nagyon fontos, ugye negyedórás mérések vannak, és abba az egy negyedórába, amit én megtermelek, azt felhasználom. Ezért fontos az, hogy szakember méretezze meg ezt a naperőművet. Ami látszik, hogy ugye a téli-nyári között van különbség, ezt sajnos figyelembe kell venni, de azt gondolom, hogy ezért érdemes az egész évet alapul venni, és ugye megnézni, hogy amikor tervezek, akkor ne egy hónapos időszakot nézzek, hanem inkább akár egy vagy két éves időszakot, és végignézzem az egészet, tehát tavaszi, őszi, téli, nyári, mindegyik időszakot egyben. Ha megnézzük, akkor több fajta kalkulációt is készítettünk. Ez az első kalkuláció, ami azt mutatja, hogy például ugye egy adott kilovattórás ugye napelemrendszer, ez gyakorlatilag
itt mekkora villamosenergiát termel, és ezek különböző villamosenergia árak mellett mennyi idő alatt térülnek meg. A megtérülési idők, itt nem szeretnék mélyen belemenni, hiszen látják önök is az ábrákon, tehát hogyha 80 forint per kilovattóra a villanyára, akkor az 5 év alatt, ha 100 forint per kilovattóra a villanyára, akkor 4 év alatt, és ha 200 forint per kilovattóra a villanyára, akkor 2 év alatt is meg tud térülni egy ilyen napelemes rendszer. Lényeg az, hogy jól legyen tervezve, tehát ne legyen túl tervezve ez az adott méretű napelem, mert akkor viszont a maradék áram elveszik a rendszerben. A másik lehetőség az, amikor akkumulátortárolót is rakunk a napelem mellé. Ilyenkor van arra mód, hogy ha van délután, tehát estefele vagy reggel villamosenergia felhasználásunk, akkor a nappali felhasználásunkhoz képest túltervezhetjük a rendszert, hiszen azt az akkumulátorba letároljuk, és a későbbi, tehát akár a reggeli, akár az esti órákban felhasználhatjuk. Ebben az esetben azért ez egy drágább mulatság, de akinek nagy a villamosenergia felhasználása, és nem időszakos, tehát nem csak nappal van, hanem éjszaka is, őneki érdemes ebben a konstrukcióban is elgondolkodni. Itt is egyébként a megtérülések a 11 évtől a 5 évig terjednek, tehát magasabb, mint a pusztán napelemes rendszeré, de ugyanakkor hosszú távon ez is egy kifizetődő és érdekes lehetőség lehet. Itt még hozzátenném, hogy állattartás tekintetében, tehát például állattartó telepeken még egy előnye van az akkumulátornak, hogy az agregátorokat akár hozzá lehet csatolni, vagy ki lehet váltani vele. Tehát abban az esetben, ha nincs áramom, akkor az akkumulátor képes egy időszakot megspórolni nekünk, tehát nem kell az agregátort elindítani, hanem egyszerűen ez egy ellátásbiztonsági puffer lehetőséget is képez, és ezzel gyakorlatilag így lehetővé válik, hogy a villamosenergiába ne legyen megszakadás a rendszerbe, és ezzel elkerülhetjük az esetleges károkat, főleg ugye ez az állattartásban problémás. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, még annyit szeretnék önöknek kiemelni, hogy amennyiben különböző lehetőségekbe gondolkodnak, érdemes olyan lehetőségek irányában is elmenni, ahol akár a mögéje rakott pénzügyi konstrukcióval együtt teljes körű tanácsadást kapnak, és akkor átadnám a kollégámnak a szót. Köszönöm. Ugye az előbb kollégám levezette, hogy ahhoz, hogy alaposan, megfelelően és minél költséghatékonyabb megoldást találjunk energiahatékonysági kérdésekben, ahhoz fontos, hogy adatokkal rendelkezünk. Ugye jelenleg általában a jellemző egy-egy területre, egy-egy gazdálkodó egységre, hogy akár csak egy vagy kiszámú mérőórával rendelkezik, aminek mondjuk havi vagy éves leolvasása van, a pontos napon belüli megoszlás, itt ugye elhangzott, hogy akár negyedórás, vagy akár még finomabb bontásban szükség lehet a fogyasztási adatokra, ezzel a hagyományos módszerrel nem érhető el. Nem azért, mert az óra nem tudja, hanem azért, mert humán erőforrással, tehát nem, egyszerűen nincs az a kapacitás, hogy valaki folyamatosan olvasgassa, felirogassa, utána valamilyen módon ezt nyilvántartsa. Erre lehet megoldás egy olyan okosított mérés, ahol a mérőóráknak az adatait szükséges gyakorisággal, 5 perces, negyedórás, órás, amilyen igény van, gyakorisággal folyamatosan követni lehet, össze lehet gyűjteni, az információk hosszú távon évekig rendelkezésre állnak, és azokból könnyen, egyszerűen lehet elemzéseket végezni, beruházásokhoz a szükséges kalkulációkat elvégezni. Két jellemző igény és megoldás az elektromos energiának a mérése például, vagy a gázfelhasználás mérése. Ezeket jellemzően meg lehet úgy is oldani, hogy ne legyen semmilyen extra kiépítési igény, tehát a meglévő órára rá lehet csatlakoztatni, akár elemes tápellátással, tehát mindenféle
villanyszerelési munkát elkerülve föl lehet szerelni, és jellemzően mobil telefon hálózaton keresztül, tehát távoli leolvashatósággal, mobil vezeték nélküli kommunikációval az adatok összegyűjthetők. Elhangzott az is, hogy a megtakarítások tekintetében előfordulhat az, hogy feleslegesen működik valamilyen fogyasztó. Szeretnénk ütemezetten kibekapcsolni egy fogyasztást, elkerülvén azt, hogy nem kívánt időszakokban is legyen fogyasztás, vagy akár egy napelempark esetében termelés. Erre van egy megoldásunk, ami 5 perces időbontásban heti programnak a végrehajtását teszi lehetővé. Gyakorlatilag egy heti programot össze tudok állítani, 5 percenként meg tudom mondani, hogy egy adott eszköz bekapcsolva legyen, vagy kikapcsolva állapotban legyen, illetve lehetőség van azonnali beavatkozásra is. Meg tudom mondani, hogy azonnali alatt ezt az 5 perces bontást értve, meg tudom mondani, hogy valamilyen okból, üzemszünet, üzemzavar, bármilyen egyéb okból, a program ellenére most azonnal kapcsoljon ki, vagy kapcsoljon be az az eszköz. Mindezt távolról, vezeték nélküli kommunikációval, nem kell ott lenni a helyszínen, ezt egy akár egy mobiltelefonon, vagy pedig egy otthoni számítógépen el lehet indítani. Bár nem energia, de fontos természeti erőforrás a víz, akár üzemi vízfelhasználás, akár kommunális jellegű vízfelhasználás, akár ugye mezőgazdaságban egy öntözés felhasználás. Ugye elvárás a hatékony és követhető vízfelhasználásnak a nyilvántartása. Erre megoldásunk szintén vezeték nélküli kommunikáción keresztül alkalmas vízórák, impulzus, jellemzően ma már a vízórák impulzus kimenettel rendelkeznek, tehát adnak ki jelet, csak azt senki nem fogja és továbbítja. Ez az eszköz alkalmas arra, hogy egy vízórának a fogyasztását valós időben, tehát rendszeresen, megint csak nem heti vagy havi leolvasása, hanem naponta akár többször is figyelemmel tudjuk követni. Ugye az időjárás változás miatt egyre nagyobb probléma akár az öntözési igénynek, akár a betegségek megjelenésének a időben történő felfedezése, illetve megelőzése a adott esetben a betegségeknek, ami azért is fontos, mert hogyha, de hát ez nyilván én csak önöktől, egy önök kollégáitól tudom, hogyha például azt látom, hogy jelenleg még nem olyanok a környezeti körülmények, hogy szükség lenne permetezésre, és meg lehet takarítani egy időszakban egy-két permetezést, az nagyon komoly összeg megtakarítást jelent, tehát gazdaságilag nagyon jól megtérülhet. Ez az időjárás állomás csapadékot, levegő páratartalmat, levegő hőmérsékletet tud mérni. Jelenleg folyik egy továbbfejlesztés, ami talaj nedvességet is mér, és fejlesztés alatt van hozzá egy olyan algoritmus, ami jellemzően hát elsősorban a szőlőnek, de nyilván más kultúrákra is jellemző lehet a peronospor és lisztharmat megjelenést ezen adatok alapján előre tudja prognosztizálni.
A jelenleg ez a Móri borvidéken, illetve az Egri borvidéken kihelyezett eszközök vannak, és ott végzünk méréseket, illetve ugyanez, nagyjából ugyanez az eszköz, illetve ennek egy tovább fejlesztett változata erdő gazdaságokban is használható, ahol szintén nagyon fontos a nyomon követése annak, hogy az adott erdő környezetnek az időjárás változása, hogy befolyásolja például a talajnedvességet. Egy energia hatékonyságon kicsit túlmutató vagy kívüleső megoldás lehet még, ami mezőgazdasági környezetben is, ahol adott esetben nagy értékű eszközök, gépek lehetnek a telephelyen kívül. Azoknak a nyomon követése inkább vagyonvédelmi szempontból nem várt mozgás esetén riasztást kapni, illetve a helyes felhasználást lehet ezzel nyomon követni. Jellemzően ezek az eszközök vezeték nélküli mobiltelefonhálózat alapú kommunikációval működnek, tehát nem igényelnek beruházást. Ahogy mondtam, a már hálózati egyéb infrastruktúrális beruházást, és akár számítógépen, akár mobiltelefonon követhetők az adatok. Végül pedig csak arra szeretném felhívni a figyelmet, ugye, hogy energetikai beruházásokra is igénybe vehető, ugye gyakorlatilag egy új ugye ez a Széchenyi kártya, Agrár Plusz, ami gyakorlatilag ugye pont arra szolgál, ez a Széchenyi Agrár Pluszos ugye hitel, hogy olcsón, tehát mostani viszonyok között ugye 5%-os kamatláb mellett ugye 10 éves futamidővel gyakorlatilag rendelkezésre álljon a gazdák részére is, ugye arra vonatkozóan, hogyha energiahatékonysági beruházásokat akarnának eszközölni, ideértve egyébként a napelemek telepítését is. Nagyon szépen köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.